keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Ismételten Grand Theft Auto 5. És... menjünk egyet helikopterezni. Hiszen meg szeretném csinálni ezt a David is küldit. Nem azért loptam autót, csak... valamivel el kell jutni a helikopterig. Elég gyorsan haladunk a történettel, pontosabban olyan gyorsan, hogy elméletileg megcsinálom ezt a küldetést, ezt a D betűset, és utána már csak az egyetlen egy küldetés van, ami az utolsó és egyetlen. Úgyhogy mindenképpen megpróbálom befejezni ebbe a videóba a játékot. Ha esetleg ez még nem sikerülne, mert még vannak küldetések, még több, akkor értelemszerűen nem. Azzal persze nem tudok mit csinálni, még azokat akkor még várni kell rá egy kicsit. Nem mondod, hogy nincs egy darab repülőse. De miért nincsen? Amikor kell, akkor sosincs, bazd meg. Lehet itt bérelni, vagy valami? Faszomat az egészbe, megvesszük. Mennyibe kerül ez a kis reptér? Búj. Confirm. Helikopter platforms. Ja, hogy most kellett volna kiválasztani, melyik az enyém, bazd meg, erre a legszarabbat választottam kurva életbe. Jó. Ami, hogy tud más is venni még, vagy what the fuck. Mindegy, helikopter továbbra sincs rajta. Hát elgondolkodható, megpróbálunk valahogy fölmenni a ház tetejére. De ez anélkül nem nagyon fog menni. Ezt mindig imádom, ezt a Verdát, hallod? Ez a standard tuning. De hogy kibasszam a kocsiból? Miért nem lősz már, te buzi? Figyelj, másodperc alatt olyan sebességet szedünk föl. Már olyan gyors vagyok, hogy beszarok. És kilövés. Mi a fasz? Ez nem jött össze. Időnként túl sokszor használom. Hát ez kurva jó. Hát ez most már nagyon kell.
megvárjuk, hogy eltűnjenek, és utána pörgünk tovább. Közben addig ez képen bazzag, ilyenkor meg nem megy a körözés, köcsög. Na mindegy, azt az egy küldit meg kéne csinálni még. De ő persze, hogy kijön ide a semmibe, gyökér, köcsög. Tudát, ezt csak véletlenül nyomtam meg. Most már jó lenne nem összetörni a Verdát. Hops, ez véletlen volt. Nem, nekem nem szabad kocsit adni, főleg ilyen jót. Bekukkantunk parkolóba, nincs jó kocsi, nincs. Akkor arra megyünk tovább. Los Santos Customs-ba kéne benézni. Hallod? A nő az úgy kirepült a kocsiból, bazd meg. Elég rendesen. Balesetet láthattak, ez meg előtt, bazd meg. Barom állat. Na azt mondja, itt kell fölmenni. Már megint véletlen volt. Nem tudok driftelni. Várj, nekem itt vissza kéne fordulni, méghozzá oda be. Hogy a teti szarba tudnék fölmenni, bazd meg. Azt mondja... Menjek fel a tetejére, hogy elkezdődjön a misszió. Most keresünk valami bejáratot, vagy valami lófaszt, amin keresztül ezt meg tudnám tenni. Jó, szép vízesés van itt. Kurva király, bazd meg. És tényleg ott is van az épület. Meg ott is ott van az a kék épület, hát beszarsz. Hát én befosok. Ez kurva király. Ú, milyen logó van ott elő? Az a bazi nagy. Arra kíváncsi vagyok. Geci jó. Ez az nagy E betű. Jó, na menjünk vissza, azt próbáljuk megkeresni, hogy hova a tökönbe kéne bemenni, mert lehet, hogy tényleg kell hozzá egy helikobakter, aztán az úgy fasza. Itt is fröcsköl a víz. Madrazóra van írva. Mazebank. Hát barátom, itt lófaszt nem lehet csinálni. Lófaszt. Be se tudok menni az ajtón, tehát... Semmi. Menjek fel a tetejére. Kénytelen vagyok egy repülőt szerezni. Úgyhogy. Elugrunk, kérlek szépen, ide. Megnézzük, hogy van-e helikobakter. Ha nincsen, akkor visszük tovább a kocsit megjavítani. Már ha lesz mit belőle. Még megjavítani. A lejtős úton lefelé olyan gyorsul leszedünk össze, de figyeld a motorost. Aha!
Nem lettem gyors, mert a motoros eléggé visszafogott. Ennyi. Ne szóljon be senki. Szól a diszkó, diszkó. Jó, jó. Szét van cseszve úgy a kocsi, hogy most már nem akar alkalmazkodni a dologhoz. Nem megy. Ez a szar. Mindig nincs helikopter? Egy se? Ne basszatok már fel! Miért teszű fasszal fogok akkor én menni? Ezek multiplayerben dugig van bazznek helikopterrel, azt jobbnál jobb helikoptereket lehet lopni. Pontosabban GTA Online-ba, bár nem tudom, hogy ezt miért nevezték így össze. Gyökér, Pina. Azt hittem legalább föl lehet szedni. Mindig van egy tuningolt kocsi? Az nagyon beteg. Na, azt mondja. Ezt föltuningoljuk. De már 15 perc, semmit nem csinálok, mert nem tudok mit csinálni. Van pénzem. Nem sok egyébként. Azt mondja, Respri. Mi az a... Pör... Lópikula. Na igen, a végéről kezdjük már, mert ott vannak az extra színek. Ez ilyen, mint a lila... És ennyi. Ennyi extra volt. Ennyi volt, ami extra. Hát ez a zöld lesz most, kész. Mit lehet ezen tuningolni? Spoiler. Hogyne, kell egy. El fogjuk hagyni, nekem csak ennyi a bajom. Há igen, de miért melyik a legkirályabb? Akkor legyen izé sport felni. Egy közül nézzünk valamit. Nem. Lowrider, Highgend. Hát a Highgendből kéne nézni egyet. Valami nagyon baszót. Én nem akarok én itt tuningolgatni sokat. Izét akarom megnézni. Ah, igen, ennyi. Armor. I won't even ask you what that's for. Engine megvolt. Horn light.
Meg ez a Seon Light, ez nem volt nagy. Plate, Respi, Roof. Ez egyértelmű volt meg. Túlzottan sok kérdés nem volt. Ezt a Translow szart beleraktuk. Kereket cseréltünk. Window. Confirm. Na jó. Ez egy ilyet kéne venni nekem is GTA Online-ba. Azért mondom. Nem kapcsoltam lámpát. G betűvel kell, H betűvel kell. Vannak helikopterek? Nem, nincsenek. Akkor hazamegyünk Franklinhez. Akkor tervmódosítás van. Hazamegyünk Franklinhez, megcsináljuk az utcsó küldit, ez kész, ennyi. Nem fogok én itt baszakodni, hogyha egyszer nincsen helikopter, nem tudok mivel fölmenni a tetőre. Na. Sebességet akarok látni. Hú, bazd meg, de ezt azért irányítani is kéne tudni. Sajnos az most nem megy az a kanyar. De baszd meg! Ne már! Összekúrtam a kocsit. Na mindegy, úgyis berakom garázsba, az meg majd megjavítja magának. Ez még majdnem nem vettem be. Szar lehet. Na, szóval repesszünk tovább akkor a csúcs Tuning Verdával. Csak még nem csúszunk tovább egyébként, ez teljesen jó. És itt van a jó csaj, de nem lehet fölvenni. Eddig San Andreasba föl lehetett venni, ez volt a buli. Hát ezt nem tudom még ezzel sem megoldani. It's okay. Na kezdjük Franklin barátunk küldjét. Mi bulizni fogunk, vagy mi a fasz? Kurva anyádat csöngessél, ne csöngessél! Hey, Slick, it's me! Itt az a fasz! Na jó, mindegy, menjünk tovább. És ki kell választani, hogy Trevort nyírjam ki, Michael nyírjam ki, vagy ezeket a köcsögöket, és miután Trevor nekem egyébként nem volt ellenszenves, attól függetlenül, hogy kibaszott egy állat volt, Michael pedig az ész volt gyakorlatilag, mert ő találta ki az egészet, meg mindent, ezért én a másik csapatot fogom kinyírni. A másik két végigjátszását pedig azt nem fogom megmutatni, a lényeg az, hogy meghalnak a Trevor, meg a Michael. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Na, azt mondja, Lesterhez kell mászkálni. Itt a Verdám. Mármint, hogy Franklin Verdája, de valamilyen szinten az az enyém is. Én csináltam neki, úgyhogy ne szarjon be.
Lester Bához kiugrunk. 40 kilométer. Baszd meg! Itt is milyen szép fogófüst volt. Na! Na, engedd már le! Nem jó, mert ebben a lassított cuccban ilyenkor megáll a kocsi, hogyha keresztbe fordulsz, mert nem tudom miért, de megáll. Mert hogy a csúszás nincs tovább, és ezért megáll, mint a szar. Van valami verseny, ezt lehet, hogy meg kéne csinálni. Csináljuk meg? Csináljuk meg. E betű. Ja, hogy ott? Hát nyomjuk, úgy is van izénk. Remélem elég erős a verdánk, mert különben fasság van. De nem baj, tudok mit csinálni, úgyhogy én már itt így indulok el. Figyeld meg, látod milyen kis csaló a játék, bazd meg! Hallod, olyan sebességem van már most, bazd ki, hogy beszarok. Erről van szó, Franklin, bazd meg! Olyan, mint a nitróznánk. Hú, bazd meg! Kicsit sem vagyok hacker, nem. Az az érzésem, tovább egyenesen fog menni. Mi következik? Kanyar jön. Elég erős. Az a baj, beérnek közben a halassítok, mert nem közeli valami faszán a játék ezt a dolgot. Szerintem neki megyek, vagy valami. Nem most. Gyorsul, gyerünk. Van idő, one time. Egyszer elbaszod, és ez olyan, mint a Need for Speed, onnantól elbasztad. Mi a fasz? Nem már! Úgy utálom ezt, bazzeg, nem adta be. És lemerem fogadni az utolsó három izénél. Nem baj, van annyim, hogy simán megelőzöm a lassítás alatt. Kár, hogy a multiban nincs ilyen.
el kell érni a kurva checkpointod. De nem gyenge a verseny. Hol van? Erre. Kész, ennyi megvan. C-suite. Arany. 1/1. Csá. Kicsit meghúztuk a lámpákat, de milyen szépen világít már a féklámpa, nem is néztem. Na, szóval, ez egy hosszú rész lesz, ezt már most mondom, hogy hosszú rész lesz. Méghozzá azért, mert egyrészt megcsináltuk a versenyt, aminél hát némileg átalakítottuk a Franklin Verdáját klímásra. Rohadt jó a verseny, csak nem kezeli rendesen a játék a többi kocsit, amelyik versenyzett ellenem. Nagyon sokszor láttam a térképe, hogy előre repültek a kocsik. Majdnem teljesen hozzám, mire észrevette a játék, hogy na, lassításban vagyunk, nem kéne. Hú, bazd meg, ezt enélkül is megoldottam. Lester itt a putriban lakik. No. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. You know, na, menjünk tovább, mint egy kis csirke. Pak, pak, pak. Lamar, bitch. Man, things are kind of fucked up right now, dog. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool? Na, szóval go Lamar House. Szegény kis csajt elütöttük, pedig az jó nézett ki, csak nem tudom mi a fasz keres az út szélén, tehát... Jó. Ismételten szédületes sebességet tudtunk fölhalmozni. Baszd meg! Jó, ezt sikerült leküzdeni. A szomszédok kerítéseinek annyi. Faszomra vársz. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem. My boys, man. Well, we're trying to save him. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm... Igen, ráfügtem erre a képességére, izének, Franklinnek. These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston, that punk bitch. Bazd meg, ez nem jött össze. Can't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take off. And throw it up before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' ass, huh? Look, man, Mike and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you.
What? Igen, nem tudom, hogy ki fog győzni. Michaelnek egyetlen egy lövés is bőven elég, hogy szana szétszedje Trevort. Hát nem fogom kinyírni egyik őket se. Faszom van már. Neki is pisztolja, amennyi buzi. Na, szóval megpróbáljuk nem elveszíteni a főszereplőinket. Viszont a kibaszott cover systemből nem értem, miért jön ki a kurva anyját. Menni kéne lőszert egyébként már a Franklinnak. Mindjárt váltunk úgyis Trevorra, mert kérni fogja a játék. Jó fasz, nem... Coveringbe marad, remélem. Pöcsöm ki van, hogy nem akar coverelni. Switch Franklin, please. Go to Lamar. Ezek mi melegek, vagy mi a fasz van velük? Feltrengenek ott a kurva anyjukba. Na, szóval elsőnek váltsunk fegyvert, méghozzá itt ez a hanyas. Igen, erre. És nem döglött meg a tetején ez a genyó. Can you get to him? Shit!
Nos, hogy a switchelni kell Michael-re. Azt mondja, váltsunk nála is valami faszál fegyverre. De miért váltottad el, bazd meg? What? Say something! Trevor! You stole! It's getting heavy out here, dudes! De baszódj már meg! Hogy a picsába lősz rám, te buzi? Nem tudok oda menni, míg ez a két barom arcú ott van. Mi a fasz jössz ide, buzi? Kurva anyádat, hát ennél közelebb nem tudnám még lőni. Nyomorultak. Na. I took the CEO. Nice to see you so worked up. Yeah, well, don't do it again. Watch out! Another FIB team on the way. Retreat. Jó. Van szembe az a kis farok. Na? Van még valaki? Ott veri a faszt. All clear, de bazd meg. Menj már, mi a faszt szaladgálsz körbe-körbe, hülye gyerek? Szaladgál, bazd meg, körbe-körbe. Nem is értem. Ami faszom üzem ez az egész. Ennyi a max futás? Mi van? Ki van fáradva? Tibánk? Vagy mi a fasz van? Igen, ezek is nem érték túl. Vagy ezek sem. Ezt komolyan gondolták? Én ez nem megyek ki, bazd meg. Na? Hol a kurva anyámban van még valaki? Nem látom, hogy hol van. Ott van. Menjünk át Franklinre. Vagy ezek ketten is lőnek rám. Menj már másik oldalra. Azt hittem már soha nem szállnak ki. Honnan pöcsömből lő? Itt van alattunk, bazd meg, és nem döglött meg.
Ez itt van közel, remélem. Nem azért jövök gyalog, bazd meg. Na, megúsztuk. Hosszú az egyébként ez a videó, ez mindenképpen az lesz. Jó sok embere van ennek a mérítgenyónak egyébként. Én iszok addig, mert ez tényleg hosszú videó. Na. Jó, meg vagyunk megint ugyanúgy hárman, tehát most már nincs enge bassz. Csapat megvan. What about that tribe, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Jó, lépjünk tovább, de miért ezzel a szar, retek, kurva motorral kell menni? Bárki kérte volna, hogy ez a szar kelljen. Ez simán beveszi a kanyarba, az meg. Anyádnak a fuck you-ját. Na, szóval igen, repesztünk a utcsó küldetésben, mint állat. Aztán azt az egyetlen egyet, amit nem sikerült megcsinálni a torony tetején, de nem tudom, mi a fasz lesz vele. Elég uncsi, főleg úgy, hogy nincsen rádió a motoron. Most már van. Lamar! What is this, bitch? Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanted to be helpful. Yeah. I'm serious, dawg. That's hood. Mike gonna travel too. We great. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. Motherfucker. Aw, oh, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? Alright, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Bazeg, ezért kocsikáztam ennyit? Geci. Vagy izé motorozgattam, bazd meg. Mindenki máshoz megy. Úgy érzem, Lamart jöttünk kinyírni. I got a message from your homies, Lamar and Franklin. Hey, who this shaky white dude? Hey, where the f- You ain't got nowhere to go. Fasza egyébként, jó fedezék a Verda. Kettőt egy baszásra. Hol a kurva anyámba bujkálsz, te kis buzi. Ki ma ezt? Na nézd csak. Na fuck bitch. Pofádat szétlövöm, te köcsög. Nézzük meg, mit mivel Trevor, ő is kinyír valakit. Hajnesz. Olyan, hogy mindenki egymásnak a ellenségeit fogja kinyírkálni. Így nem az nyírja ki, aki valójában az ellenség, hanem más. Radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is.
Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing. Faszomat, R betű. Bazd meg. Ettől féltem, geci. Aj, baszki, le akartam ütni a csajt, erre lőttem egyet, na mindegy. Ja, hát igen, innen már mindjárt más a hajzat. Kamerás benne van. Most what? Most még érezzem le a rendőröket is. Most külön büntetés jár azért, hogy a Rocky parkolón állok. Jó, megint nincsen zene sehol se. Jézus. Na, szóval... Most így sincs zene. Innen jött ki a bankautó. Lehet, hogy majd... Na? Leráztuk már a rendőröket? Miért nem? Vagy igazán lerázhatnám magunk. Na. Házépítés, geca, de jól néz ki. Vásd már át, baszki. Nem tudom, hogy kell-e kattintani, vagy nem, vagy what van. Ja, még mi mindig nem értünk el oda, ahova mi akartunk menni nyírkálózni. Kiléptünk belőle. Nincs nálunk fegyver? Hogy ne lenne? Ó, méghozzá soti is van, bazd meg. Lehet, hogy nem kellett volna így belerohanni. Baszki, ülj föl rá, indulj már meg. Ez mi volt, bazd meg? Rázzam le a kopszokat. Elég szar volt, be kellett volna menni egy rakétavetőbe, hát... Ez van. Az a kis geci mindjárt megfordul. De én elmegyek strandolni, úgyhogy nincs gáz. Nézem a strandoló nőket. Ezek dagadtak, úgyhogy menjünk tovább. Az meg még gyertek lent is, tényleg. Ó, itt. Bazd meg, de hogy láttál volna meg? Hagyjuk már, takarodj kurva anyád. Ez mi a fasz üvölt? Neki még kurva motorral kell menni, bazd meg, nem igaz? Itt a vége az egész játéknak, bazd meg mindjárt, és nekem egy kurva motorral kell menni. Faszom volt ez a hülye, aki ezt kitalálta. Most mitől kezdtek el megint teljes... Na, azért mondom, a kurva anyádat. Össze-vissza van zuhanva ez a játék. Nem gyorsítani akarok, hanem bekerülni oda.
right. I got out clean. You dudes ain't gonna have no more triads coming after. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey-ho! Who's next? I'm picking up Devin. Na, hát itt folyamatosan váltogatás van. Hogy vezetés közben Trevor nem tud idegbeteg lenni. Mert egyébként Trevor tud idegbeteg lenni. Bazeg, még mielőtt odaérnék, karambolozunk. Ezt átugorjuk. Na, szóval, ötös, hatos, hetes. Várjál, mi a fasz van itt? Én kérek elnézést. Még valaki? Jó, tehát hogy itt nem tudunk bemenni, meg semmi. Ajtó. Nem. Akkor hátra kell menni. I just put down half your outfit back in town. Thompson, I'm a walking combat situation. Assholes. You bleed like humans, but I know you're a reptile. Nincs is ott senki. You dirtbag! How much is that? Jó van, szedjük már ezt a szart most már, kezdem unni. Kopp, kopp. Wait, hear me out. No more talking. De ezt én fölrobbantottam, csezd meg. Hallgassunk valami megható zenét. Na, ez így a játék végére elkezdtem használgatni a skilleket. Micsoda driftet vágott be a kedves kolléga. Nem törik a kocsi. Érdekes. Nem szeretném letesztelni, mert nem kell. Vagány ez a verde, bazd meg. Simán elfértünk, baszki. Farmon, az Ferrari-k meg mindenek. Kurva jól néz ki egyébként a játéknak ezen a része. Looking at it rationally,
There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Again. You have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're... Jó, most már álljál le. Nem kéne szana széttörni itt mindenkit. Megint ezzel jön, geci. Trevor Phillips Industries-szel. Engedjél már, na most játszunk egy órája egyébként. Kb. Mondtam, hogy hosszú lesz, úgyhogy nem kell beszarni. Egyébként a fele visszahajlik egyébként a pár darab. Attól függ, hogy viszem el a... Most ez egyik se hajlott vissza. Ne kopogjál már, mert szétruglak. Semmi nem történt, én szépen haladtam tovább. Van újra ilyen táblika. Észvosztó. Észvesztően fasza. Azt nem értem, hogy itt a külső sávon miért van kijárva a keréknyom. Ugye itt direkt azért van egy ilyen kis csillanás két sávon, mert hogy ki van járva az út. A gumi, fel van gumírozódva a sok gumi miatt. És azért csillog jobban. Ezt véletlen faszán tudok vezetni egyébként. Nem törik egyébként a Verda egyébként, ezt így egyébként. Szóval csak úgy megjegyeztem. Itt meg már nincsen, nem raktak olyan táblát, amit le lehet törni, de a helye az megvan. Tehát, hogy itt a helye, de nincsenek rajta táblák. Na mindjárt végzünk. Nyomjad neki. Csak azért alakították ki ezt a helyet. Ugye egyébként elgondolkodtató, hogy csinálták meg a dolgot, tehát hogy most először építettek egy bazinagy világot és odaírtak egy történetet, vagy a történethez építettek egy bazinagy világot. Azért vártunk egy pár órát, hogy kicsit éjszaka legyen, igen. Anyád. Meg közben addig átrendezték alattunk az utcot. Még beparkol, bazd meg! Ráér a gyerek. Hey, we good, T? Never better, amigo. Frank, I'll be here. Hmm? Megjött Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? My bad, homie. Már bekötötte a száját azóta. You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, intelligens üzletember vagy ő volt, nem tudom. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? Oh, I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh?
In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Azt mondja, V-betű puskár. Fasza, elintézték rendesen. Ez még kellett a végére. Low profile. Do I have a choice? No, not really. All right then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. Fingom sincs, hogy miről beszélnek, próbálok megértelmezni, de nem nagyon megy. El vagyok az a szuper angolos. Mondjuk azt, hogy nem tudok angolul. Na, hát igazándiból itt van vége a mi történetünknek a GTA 5-tel együtt. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezzel a sorozattal tartott, elég sokan voltatok, úgyhogy nagyon örülök, meg még egyébként lesztek is nagyon sokan, hiszen később is meg tudja bárki nézni a teljes sorozatot. Nagyon jó játék volt. Tényleg, tehát hogy még majd GTA Online lesz, de majd az csak később. Egyszerűen nagyon király grafikája van. Szerintem nem is kell ilyen szinten erről beszélgetni, hogy most... De most én úgy látom, hogy mindenkihez csak egyetlen egy név tartozik? Vagy ezek a ilyen nagyon priority emberkék. Scripters. Lead scripters, az nem tudom mi az a lead. Na, szóval... Igen. Hát, nem gondoltam volna, de vége van. 55 részből, a GTA 4 az 56 részből lett vége. Nem, úgyhogy abban volt galambvadászat is, tehát olyan 40 rész. Tehát jóval hosszabb lett a GTA 5. Tény, egy jóval hatalmasabb világot kaptunk, amit egyébként én még nem is jártam be teljesen, úgyhogy a zenét ezt meg ki fogom cserélni, úgyhogy ezzel nem ez van. Na, szóval gyakorlatilag egy hatalmas játékban vehettünk részt, és egy jó történet volt, ami kifejezetten erre a rabló pandúr dologra volt kihegyezve, és én ezt a befejezést választottam azért, mert nem akartam kinyírni se Trevort, se Michaelt, hiszen egyikőjük se érdemelte meg, hiszen kurva jó csapatot alkottunk, és szerintem a Rockstar Games-nek ez a három szereplős taktikája, hanem tehát ez a kitalációja, hogy legyen három szereplő, és akkor tudsz közöttük váltani, és akkor több a helyzet, ez tényleg megnövelte a játék tartalmát, és szerintem nagyon jó hatással volt a GTA-ra, egyáltalán nem rontott el a GTA élményt, és szerintem tehát, hogy ez így jó volt. Ez mindenképpen jó volt, kifogástalan, tehát én teljesen meg vagyok vele elégedve. Ráadásul nagyon jól futott a gépen, ami megint csak azt mondhatom, hogy kifogástalan, tehát a egyedüli problémám az, hogy ugye föl kell venni a videót, és emiatt nem tudom kihúzatni a teljesen, mert elég nagy erőforrást vesz igénybe az, hogy le kell menteni a gépnek a videót. Úgyhogy igazándiból eszméletlen jó játékot kaptunk. Én úgy gondolom, hogy akinek van hozzá gépe, mindenképpen vásárolja meg, mert eszméletlen jó volt maga az egész történet. Jó a játék, és online-ba tudjuk folytatni. Pontosabban nem is folytatni, hanem egy új
Hát gyakorlatilag ilyen MMO-szerűen játszani, de annyira azért nem. Úgyhogy köszönöm szépen mindazoknak, akik a sorozattal együtt tartottak, és majd később esetleg még be is csatlakoznak a sorozatba. És köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte. Köszönöm szépen mindazoknak, akik lájkolták az összes részt, vagy az összes többi videómat. Köszönöm szépen, akik csak ezért iratkoztak föl, és ezután is itt maradnak. Köszönöm azoknak, akik feliratkoztak csak ezért, és ezután nem szeretnének velem tartani. És köszönöm azoknak is, akik jó szórakozásukból diszlájkolgatták a videókat, hiszen az is valamilyen szinten megtekintést követel, hogy nyomjál egy diszlájkot, úgyhogy köszönöm szépen mindenképpen, hiszen azt a gombot se tudod elérni csak úgy, hogyha megnézted egyszer, legalábbis elindítottad a videót. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatott, aki velem volt, aki itt volt a sorozattal, végignézte, és előre azoknak is köszönöm, akik majd jönnek velem GTA online-ozni. Nem is szaporítanám tovább a szót, nézzetek körül a csatornámon, nagyon sok ilyen jó sorozatom van még, amit már régen csináltam, vagy éppen most csinálok. És az egyetlen egy kérdés, ami föl szokott ilyenkor merülni, mi lesz ezután? Hát én azt még most nem tudom, de majd ki fog derülni, mihint elkezdődik a következő rész abból a sorozatból, ami ezután lesz. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, köszönöm szépen mindenkinek, és hát találkozunk egy másik sorozatban. Csősztök!